Jó reggelt! Jó reggelt! Mondjuk a jó reggel az nem ilyen, de legalább horgászni fogunk. Hát igen, ez az egy szerencsé, hogy nem tudjuk megváltoztatni az időjárást, de mivel horgászok vagyunk, hát... Nem kell vele foglalkozni. Ne. Innen már egészen jól be lehet látni a tavat, ami tényleg hatalmas, 30 hektárnál is nagyobb a vízfelület, és annak ellenére, hogy nagyon jól halasított, nem egy klasszikus kockató, de szerintem ez így első látásra is lejön. Hát igen, most már kitárulkodott előttem is a tó nagysága, sokkal kisebbnek láttam, tudnélik csak egy sort, egy pici részét láttam itt. Rendkívül sok jót hallottam tőled erről a vízről. Van egy pici ilyen natúr jellege a náda, hogy körbevezi a partját. Nézzük meg a halállományát is, hogy nyugtával dicsérjük a napot. Egyértelmű, de reméljük, hogy hát a nap az nem lesz. De hal az reméljük, hogy lesz, úgyhogy szerintem akkor menjünk és aztán foglaljuk el a helyet, utána megpecázzunk. Na, megérkeztünk. Én erre a helyre gondoltam, ez nagyjából itt a versenyoldalnak a közepe. Itt már kellően széles a tó, szerintem legalább olyan 250-300 méter széles, úgyhogy itt már lehet forgászni gyakorlatilag bármeddig. Első blikre meglepő, hogy mennyire sokkal nagyobb, mint amennyire számítottam. És itt a város szívébe. Ahhoz képest viszonylag szép környezet. Az időt nem számítva minden szép. Akkor pakoljunk, aztán dobjunk be, mert jobb lenne az ernyő alatt ülni, mint így ázni. Minden készen áll. Néhány szóban szerintem mondjuk el, hogy mi a terv a mai napra, utána pedig kezdjünk el horgászni végre. Hát a terv az az, hogy kétféle tetőanyaggal próbálkozunk, meg két különböző technikával, mégis a metódozásról beszélünk, azon belül én a bordás kosár, egy durvább szemcse méretű kaját fogok használni, az XL szériát, megjegyzem zárójelbe, hogy itt egy intenzíven telepített halastóról beszélünk, horgásztóról, amit mondtál nekem, még nem próbáltam, és ez erre alapozok, hogy egy nagyobb mennyiségű etetőanyagot juttatok be a horgászhelyre, de ez nem biztos, hogy beválik ez a taktika. Kíváncsi vagyok, hogy a tiéd, ami koncepció, ami homlok egyenest ennek az ellentét, a kevés kaja, pontosság beiktatása a célra vezetőkbe. Igen, mert én pedig a kisebb klasszikus flatkosarakkal fogok horgászni, és mindenféle alapozóetetés nélkül, szisztematikusan egy helyre dobálva megpróbálom majd összegyűjteni a halakat. Hogy ehhez elég lesz az a kevés kaja, amit bejuttatok a metódkosárral, azt nem tudom, de a nap végére kiderül. Illetve még fontos elmondani, hogy a te etetőanyagod azon túl, hogy ugye nagyon durva, erőse halas, míg az enyém abszolút nem tartalmaz hallisztet, úgyhogy ez is különbség. Igen, ez egy szempont, az enyém sok mikropelletet, meg darált pelletet tartalmaz, a tiéd meg különböző magok, meg kukorica kivonatok terméke, ami rendkívül fogósnak bizonyult a tesztek során. Így van. Ellentétben Bencével én fogok egy alapozó etetést csinálni, egy 7-8 jó nagy megtömött bordáskosár etetőanyagot juttatok be, közel 3-4 méterre vissza az etetési
helytől, egy ilyen legyezőszerű formát próbálok kialakítani, majd azon túlpecázok, hogy az oda gyülekező halakat próbáljam horogra csábítani mielőbb. Itt meg a rövidebb távon egy 3 méterre összekoncentrálom, hogy egy olyan másfél-két óra múlva visszatérek arra az etetett helyre, konkrétan, ahol bedobáltam a gombócokat. Itt az első jelentkező. Ó, látom, hogy sikerült megakasztanod már az első. Igen. Nem kellett rá túl sokat várni. A második dobás, és körülbelül olyan 2-3 perccel a csobbanás után. Jó hol? Nem érzem nagynak, de igazából mindegy is, csak legyen meg. Igen, végső soron a nagy halakat neked kell fogni. Az X-el kajával. Hát, az majd idővédő, hogy nagy csali, nagy hal, darabos kaja, nagy hal, elő. Fel is állok inkább, mert kicsit magasan ülünk. Arrébb állok, ne zavarjak. Na, a nap első hal ez a megvan az első másfeles tükrös. Igen. Tükröm, tükröm, mondd meg néke. Meddig fog még esni ez, eső ezen a vidéken, ugye? Igen, hát ez szerintem azért nyugalom. Hogy alap, hagyjon az imigó, még van. Mivel az első pontja csoki narancsos metott tojásra érkezett, ezért most is ezt fogom a csali tüskére tűzni. Ez a csali a metott tojások közül a kedvencem. Szerintem ezzel fogom a legtöbb halat így éves viszonylatban, és emiatt szoktam általában elsőként is őt tűzni a horogra. 12-es metodránt horoggal tökéletesen összhangban van a csalinak a mérete és a felhajtóreje is, de mindezt egyébként itt a kézmosótákámban rendre leszoktam ellenőrizni, és hogyha a horoghegye len van a mederfenéken, akkor jó így a csali. A kosarat pedig teljesen egyszerűen töltöm, nincsen szükség arra, hogy duplán töltsem, nem indokolja a vízmélység. Kerül egy kis etetőanyag a töltőszerszám aljába, utána a felcsalizott horog, majd az újabb réteg etetőanyag, és ezzel töltöm meg a kosarat. Nem szükséges túlzottan megnyomni, hiszen nem mély a víz, illetve a prokorn kaja nagyon jól tapad, úgyhogy nem szükséges izomból belepréselnünk a kosárba. Megtöltöttem, úgyhogy be is dobom. Én a tojással fogtam most ezt a halat. Hopp! Jaj! El ne vigye a botot! Hú, ahogy elmentem a bot mellé. Megvan? Azonnal kapás, igen. Na. Te a tojás, én a színeresztős dumbbell, a smoke dumbbell. Melyik ízű? Ez a mézes. Aha. A 8-as. 8 mm-es erő. Azt jó tudni, hogy kiválóan tudsz balanszírozott csalit a 8-as meg 10-es benzár metód horgokkal. Még a kisebb változat, a 6 millis az ideális a fő 16-os méretű horogig. Látszik még most is, hogy több mint 10 perc elteltével folyamatosan oldódik le a külső réteg, meg aróma, meg szín terjed a vízbe, ami hamarabb oda csalogatja a halakat. Hát egy ilyen kilós forma ponty. Én örülök neki, mert ez az első pontyom ezen a tavon.
ütköztem, hogy sikerüljem átvegyem a vezetés 2-1. Ajaj. Publikus, hogy mi volt ez a trükk? Elég, hát hogyha publikus trükk kedves nézőknek mondod el, nekem nem fontos. Ez volt a trükk, hogy nagyon belegyújtam a kaját, hogy ne tudjon jól lakni. Látom. Itt pedig ez a 10-es smokeból, nálam látod rendkívül hosszúra van kötve az előke. Vagyis a csali meg a horog távolság, ez nálam majdnem 2 centi. Ha megnézed, leggyakrabban nálam az alsó szájaprémébe akad a halnak a horog és a nagyobb a tartása. Egészen belül volt most is, tehát nem is közvetlenül. Igen. A szája még rendkívül a jó jön. Ez előnyös olyan helyeken, ahol már agyon horgászott vizek vannak, szét vannak szaggatva halak szájai, főleg az ilyen pontyos bojlis vizeken, itt az alsó áll azért mindig ki van kiméve, nagyobb felületen tud akadni, meg nagyobb a biztonságunk, hogy nem fog kiszakadni a szájából. Megint nem kellett 2 percnél többet várni. Nem hagyom magam, jövök fel, mint a talajvíz. Ha megfogom ezt a halat is, akkor 2-2 az állás. Csalit váltottam egyébként, mert volt néhány kapástalan dobásom. Most a mangó fehér csokis tojás került a tüskére, és gyorsan elhúzta, nagyon. Sajnos viszont az éjhalam elment. Úgyhogy nem lesz 2-2 egyelőre. Megint a mangós tojás húzta el, és megint viszonylag gyorsan. Igen, a mangónak azért rendkívül jó az ilyen vajsavas kombináció a pontyokra, meg a szín kombináció, nem utolsó sorban narancssárga, fehér, de azért ott van a menő színek között. És mivel itt látod, mennyire átlátszó a víz, nagyon messzire kiszúrja a pontja csalit. Hoppá, és megy a bot. Hát közben azért szemem sarkávú rajta voltam a boton én is. És elkaptad. Sikerült. Hát most itt nem az a célunk, hogy versenyezzünk egymás között. Hát csak kicsit. Csak simba házi verseny. Négynél több, ötnél kevesebb. Na, ott csak a kezed, mert... Köszönöm, mert nagyon csúszik. Így, szuper. Hú. Gyönyörű, szép színű. Gyönyörű, ha. Ezzel a mangófehér csokis tojással nagyon elindultam. Gyakorlatilag minden dobásra hal van, tényleg. A lényeg az, hogy a szénhidrátos kajára sokkal marabb lereagálják a kisebb testű pontyok. Amúgy szereti a nagy testű is, de rendkívül gyorsan tudsz kapást kicsikorni. Sokkal gyorsabban oldódik le a metódkosáról, mint a bordásról. Mivel eleve én már egy darabosabb vetetőanyagot sokkal tükrös. Úgy látom, ma tükrös. Ez is tükrös. Van itt nálam. Szegényke. Úgy látom, hogy neki a szájában van még egy szerelék.
Ha már te is megmutattad az előkéret nekem, akkor én is megteszem ezt az enyémmel. Nálunk idéntől az országos metód szabályzat nem engedi a fonogynor használatát, még horogelőkeként sem. Úgyhogy én amikor csak tehetem monofilla horgászom, most már egy ideje. Hát lényegesen butább ilyen módon a csali felkínálás, azonban szükségtörvény bont, úgyhogy ezzel kísérletezem az elmúlt hetekben. Elég érdekes viszonylag a szerelék, véleményem szerint, saját véleményem, a monofil semüvesek még jobban ebben a rövid távban, mint a fonott előke, de hát én nem szavatok bele egy versenyszabályzatba, azt kell megszokni, aval kell horgásznod, hát egyértelmű. Persze. Látom, előszeretettel használod az Easy. Igen, az nagyon jó, ezzel a gubancgátló csővel pedig ugye most már a nagy távolságú pontos pete sem akadály. Nagyon szeretem őket használni. Igen, itt meg rendkívül könnyű a csalit elhelyezni, annélkül, hogy zavarna a oldódását a kosárból. Így van. Még annyit lehet esetleg megjegyezni, hogy a monofil előke miatt hosszabb az előkém, mint egyébként szokott. Ugye ilyen 7-8 centiset szoktam én főként használni, ez most 15. Azt vettem észre, hogy ha túl rövid a monofil előke, akkor a merevségéből adódóan lerúgja magát a felcsalizott horog az eteti anyagról, így elveszti tulajdonképpen az értelmét a metódkos állatnál. És meg a másik, amit érdemes számításba venni, amikor ilyen kikönnyített wafters csalikról beszélgetünk, vagyis inkább nehezített, nem kikönnyített, akkor azt is kell tudni, hogy van egy súlya a monofilnak. Sok esetben a fluorokarbonnak annak még több, és ha nagyon ki van balanszírozva a csali, akkor el is fekszik az alján, úgyhogy ezt mindenképp számításba kell venni. Persze. Mármint csali gyártás terén is, úgyhogy ezek új irányok minden esetben. Nagyon vékonyan akadt a horog, ezt érdemes megnézni közelről. Tényleg finoman táplálkoznak még a halak. Ott van egész a szája szélében. Mindössze egy kevéske fogja. Én most csalit váltottam, mert kicsit csendesült az érdeklődés a bicolor tojásra. És most én is egy smoke after tettem a tüskére, egész pontosan a méz esett, ki is esett itt a hal szájából. Milyen szép folyamatos kapású. Hát egyértelmű, hogy van valami akadó oda benne azért. Sokkal nehezebben húzom át a halat. Igen? Igen. Egy picit fölazítottam a féket. Nem mint olyan nagy hal lenne, de viszonylag egy jóval erősebb dobósúlyú botot használok. Tehát próbálom kiküszöbölni azt, hogy a halnak a száját kitépjem. Jobb hal lesz, Zsolt? Hát én úgy érzem, hogy azért most már az XL mérethez közeledik. Na.
Nem tudok szákolni valószínűleg. Igen, igen, ott a delikvens neked is, igen. Látom. De hát majd megpróbálom megoldani. Megvan az áldozat? Megvan, de szerintem csak kárász lesz. Húznám. Így van, semmiképp. Ez az, köszönöm szépen. Huha. Már maradj, ne jövök. Jajjaj. Be kell mutatnunk, hogy mély jók a keményebb metód botok is, attól fog meg a nyeli. Az XL versus a szénhidrátos kaja, de hát nem kell alá becsülnünk, mert... Persze. Ez egy perce egy tapasztalata, de nagyjából ezzel a két hallal tudnánk szemléltetni az eddigi történéseket. Neked sokkal nagyobb falak jönnek, talán kicsit kevesebb, mint nekem. Nekem viszont minden jön, de nagy halom még nem volt. Kié lesz a nagyobb szerinted? Hát nem tudom, de nem hagyom magam. Egyelőre az össúly előnyemet meg szeretném tartani a darabszámba. Milyen előnyedet? Az össúly. Ja, össúly. Abban kétségtelen, hogy te állsz jobban, az igen. Teljesen egyértelmű. Az eső rendületlenül esik, de halak is jönnek szerencsére folyamatosan. Hát sajnos műsorunk végéhez közeledünk. Szerintem ez az utolsó hors. Hát lassan cuccoljunk, mert fődagonyáztuk az összes sar. Az biztos. Rendkívül jót szórakoztunk, azon kívül, hogy azt számít, hogy az idő az nem éppen a legkelemesebb volt, de hát most ez van, nem tudjuk ezt is kiválasztani. Elég, ha a csalit megetető anyagot próbálunk mi választani, nem hogy mi. Apa, úgy látom, egy combos Apolló. Legalábbis nagyon erősködik itt a part szélében. Jól kijött a technikák, illetve a csalogató anyagok közti különbség is szerintem. Igen. Egyértelműen látszik azért, hogy a darabosabb kaja az nagy halakra jobban működik, ellentétben a finomabb bőrlésű szénhidrátos kajákkal, de az gyakrabban van kapás azokon, nem annyira nagy testű halak. Mint amilyen itt a nap utolsó hala is lesz akkor. Hát ilyenekből rengeteget fogtam. Én nem fogtam nagyobb halat egyáltalán, te viszont fogtál több ilyen 4-5 kg közöttit is. Volt tükrös is, pikkelyes is, úgyhogy szerintem... Jó, meg nem számítottuk a legnagyobbat, amit elszalasztottam. Hát de mindig az a legnagyobb, amelyik elmegy, tudod. Ez egyértelmű, mert nem lennénk horgászok, hanem az lenne a legnagyobb. Úgyhogy akkor szerintem ezzel a hallal búcsúzunk, és köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, legközelebb folytatjuk. Köszönöm a meghívást!